A hosszú nyári szünet után ismét benépesült az óvoda, visszavárták az óvisokat, és most már második hete gyerekzsivajtól hangos az intézmény. Énekelgetnek, elmélyülten játszanak, élik a 3-6 évesek nyugodt hétköznapjait. Ők nem érzékelik azt a nagy változást, ami a környezetük második otthonuk házatáján történt. Az óvodának a belső tere, mondhatjuk, hogy teljesen elkészült. A nyár folyamán nagyon szervezetten folyt a munka, és mindenki nagyon izgult, főleg a szülők, de mi is, hogy szeptember 3-ára be tudnak-e költözni a gyerekek, vissza tudnak-e jönni az óvodába. Szerencsére igen. A különböző feladatok jó koordinálásának köszönhetően a belső munkákat befejezték, a takarítások megtörténtek, és a berendezések is a helyükre kerültek. Kinti munkálatok még folynak, de még egy ideig folyni is fognak, ugyanis ez az egész beruházás egy hatalmas nagy beruházás, nagyon sok munkát igényel, és hát ezt nyilván 2 hónap alatt nem lehetett megvalósítani. Az a lényeg, hogy azok a munkák elkészültek, amelyek ahhoz szükségesek voltak, hogy folytatni tudjuk itt az óvodai nevelést továbbra is. Az új nevelési év zavartalanul kezdődött el, a gyermekekkel való foglalkozást semmi nem zavarja. Ebben az évben egy fővel megemelte az önkormányzat az óvoda pedagógusi létszámot, így maradéktalanul megvalósulhat a státusz betöltése esetén, hogy minden csoportban 2 szakképzett felnőtt okítja a legkisebbeket. Ők szép számmal népesítik be az intézményt. Jelenleg 177 gyermek van beírva az óvodába, 12 gyermek pedig a bölcsődébe. A csoportoknak az átlag létszáma 25 fő. Ez azt jelenti, hogy van olyan csoportunk, például a nagy csoport, ahol 28 gyermek van, és a kis csoport, van egy kis csoportunk, ahol pedig 23 gyerek van. Tehát úgy átlagban 25. Várható még, hogy emelkedni fog a létszám, de hát ez az óvodába természetes. A megújult intézmény a felújításon kívül sok mindennel gazdagodott a projektnek köszönhetően. A csoportszobák elé vadonatúj öltözőszekrények kerültek, új székekkel, asztalokkal gyarapodtak, és a szőnyegek is megújultak. Az új szekrények rejtik többek között a praktikus, higiénikus ágyakat. Az óvónők szobája is új bútorokat kapott. A bölcsődei résznél történt egy kis átépítés, így a csoportszoba nagyobb lett, a vizes blokk megújult, és külön zárható szekrények is tartoznak ide, valamint majd lesz napozó terasz is. Minden tiszta, világos, frissen festett falak, új ajtók, hatalmas ablakok az épületben, tágas belsők jellemzőek. Mindez persze csak akkor az igazi, ha megtöltik élettel, mosollyal a teret a sümegi apróságok.